Mocsai Lajos szövetségi kapitánnyal állunk itt az első edzés előtt az összetartásnál. Mosolyogsz, kipihennek tűnsz, és legutóbbi nyilatkozatod alapján optimista is vagy. Valóban, hiszen a klub prioritások után most az év mérkőzése jön a válogatott számára. A kipihentségem és a gondterheltségem az nem látszik, ezt ügyesen palástoljuk, hiszen körülbelül 70-80%-ban befolyásolja ez a világbajnoki kvalifikáció a további utat. Tehát nem végleges, de az olimpiára való kijutásban nagyon fontos. Az év válogatott mérkőzés előtt állunk. Olvasva az eddigi nyilatkozatokat a srácoktól is, én úgy gondolom, hogy ők ezt abszolút mértékben átérzik. Nagyon jó voltam utkor együtt hét, a két román mérkőzés előtti héten nagyon őszintén és tisztán beszéltünk arról, hogy a motiváció hogy folytatódik a szegedieknél is és a veszprémieknél is, hiszen óriási teljesítettek a játékosok, de az évnek nincs vége. És ami azt jelenti, hogy a klub érdekeknek messze menőkig eleget tettek, akkor annyit jelent, hogy a magyar nemzeti válogatott érdekeinek most kell helytállniuk, és ők kiváló sportemberek, nagyon bízom bennük, igen. Ugye ez egy oda-vissza párharc, van olyan számszerű eredmény, illetve gólkülönbség, ami utána azt mondanád, hogy na jó, most nyugodt vagyok. Ilyen nincs, mert a szlovén csapat most a francia válogatottól kezdve kint a tornán Dániába, és most a felkészülési meccs Mariborba maga biztosan nagyon kreatívan és nagyon kiszámíthatatlanul kézilabdázott. Nagyon jól készült világbajnoki negyedik csapatról van szó. Én azt gondolom, hogy az a modell, amit lejátszottunk a norvégok ellen, annak idején sikerült itthon egy 6-7-8 gól közötti különbséget felépíteni, azt kint meg tudtuk tartani az a csapat ellen. Itt minden gól számít, úgyhogy én nagyon nem, statisztikailag nem hiszem, hogy bölcs dolog lenne valami számot mondani. Köszönöm szépen!